Több éves előkészítő munka után építették meg a Paksot, az atomerőművet és Csámpát összekötő kerékpárutat. A külterületi szakasz kivitelezéséhez a Dél-Dunántúli operatív programban, a külterületéhez pedig a közlekedés operatív programban nyert támogatást az önkormányzat. A külterületi szakasznál 100%-os a pályázat intenzitása, a belterületi szakasznál pedig 89,99%. A beruházás összköltsége így több mint 200 millió forint, hossza ennek a kerékpárútnak pedig több mint 4 kilométer. Az útavaton Telledit Paks alpolgármestere Spíz József önkormányzati képviselő és Fej József a csámpai településrész képviselője vágták át a szalagot. A kerékpárút építése kapcsán kerékpáros szemléletformáló kampány is zajlott. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a kerékpárutat nagyon sokan használják. Előzetesen is meg kellett határozni, hogy körülbelül hány kerékpárosra lehet majd számítani ezen az úton, de ahhoz képest is jóval többen használják. Munkába menésre is, és nem csak kerékpározásra, hanem a futók is nagyon szívesen futják végig ezt a kimondottan ideális hosszú kerékpárutat. Az útavató zárásaként további beszélgetésre invitálták a vendégeket a csámpai közösségi házba. Telledi alpolgármester elmondta, hogy az oda elképzelt kerékpáros pihenőhely tervei készen állnak, és remélhetőleg 2014-ben elindulhat a kivitelezés.